Különleges prezentációk készülnek a Mustárházban. Saját hazájukat, vallási hátterüket kell bemutatni egy plakátnyi felületen a fiataloknak. A feladat nem egyszerű. Az ötletes rajzoknak és szövegeknek a nyelvi és vallási sokszínűség ellenére is érthetőnek kell lennie. This is an Erasmus Plus project. Ez az Erasmus Plus program egy ifjúsági csereprogram 25 résztvevővel, akik 5 országból érkeztek. Olaszországból, Törökországból, Spanyolországból, Észak-Macedóniából és természetesen Magyarországról. A téma a vallások közötti párbeszéd. Az Erasmus Plus egy ifjúsági mobilitási projekt, amelynek célja, hogy a fiatalok tapasztalatokat szerezzenek külföldön egy vagy több héten át a projekttől függően. Ebben az esetben ez egy egyhetes program. A részvétel önkéntes, vagyis mindenki azért van itt, mert szeretne tanulni, új élményeket szerezni és a vallás témájáról párbeszédet folytatni, ami nem egyszerű és kifejezetten aktuális napjainkban. A komoly téma feldolgozásához kreatív és színes programok szükségesek, vallják a szervezők, a Mustárház és az Európai Fiatalokért Egyesület munkatársai. A diákok a város összes templomában jártak, ahol a papok, lelkészek bevonásával a helyi felekezetek életébe is bepillantást nyerhettek. Úgy gondolom, hogy az Erasmus Plus program egy lehetőség a tanulásra, felfedezésre. Azért fontos, hogy itt vagyunk, mert egy közösség része vagyunk, más emberekkel találkozhatunk. Valójában én itt nagyon sokat tanulok. Olasz vagyok, de vannak itt törökök, macedónok, magyarok, spanyolok. Mindenki más háttérrel rendelkezik, és ez egy lehetőség arra, hogy beszéljünk arról, kinek mit jelent a vallás, a hagyomány. És jó érzés azzal szembesülni, hogy annak ellenére, hogy milyen különbözőek vagyunk, valójában nagyon sokban hasonlítunk is egymásra. Rengeteg háború volt, van és lesz is sajnos, amelynek kiváltó oka a vallás. Éppen ezért beszélnünk kell a különbözőségekről. A vallás az egyik ilyen különbség. Én muszlim vagyok, van zsidó, katolikus, protestáns, kálvinista, luteránus, igen sokféle vallás. Beszélnünk kell róla, nem ismerjük egymást, meg kell ismernünk egymást, hinnünk kell a békében. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb veszély az, hogy az emberek nem ismerik saját magukat sem. A Mustárház nem először szervezett ilyen témában csereprogramot. A közösségi térben évek óta fogadják a külföldről Nyíregyházára látogató fiatalokat. Több Erasmus Plus programunk volt, több ifjúsági cserét is szerveztünk. Vallási témában tavaly volt az első. Úgy gondoljuk, hogy itt Nyíregyházan elég sok vallási felekezet található, református, baptista, katolikus, görögkatolikustól elkezdve, és egy nagyon jó lehetőség, akik ide érkeznek, megismerni úgy a várost, hogy itt vannak ezek a különböző egyházi felekezetek, és hogy együtt is működnek, és itt megvannak egymás mellett, egyfajta jó példaként hozva ezt, illetve a részvevők is akár muszlim, hindu, különböző vallásokból érkeztek, és ők is el tudják mondani, hogy hogy látják, hát a kérdéseket tehetnek fel akár lelkészektől, akár papoktól, hogy jobban megismerjék az adott vallást, hogyha nem ismerik eléggé. És ez egy ilyen pozitív része az egész projektnek, az egész programnak. Illetve ezen kívül több más Erasmus programunk is van, ami különböző témában, médiatudatosság, környezetvédelem és aktív állampolgárság, demokrácia. A több mint egyhetes program augusztus 6-án kezdődött. A fiatalok vasárnap utaznak vissza hazájukba.